Sziasztok! Mi vagyunk a Neuga. Motor átépítéssel foglalkozunk, és ez itt a műhelyünk. Hármunk közül Robi a kreatív megoldásokért és a mechanikai feladatokért felel, Benedek része az ergonómia és az elektronika, a projektek művészeti vezetése és a felületkezelés pedig rám jutott. Ezért én fogom nektek bemutatni a mai munkafolyamatokat. A mai nap folyamán bemutatjuk nektek, hogyan tisztítunk koszos felületet oldószerrel, hogyan tisztítunk koszos felületet a megfelelő eszközökkel, hogyan tisztítunk meg oxidált felületet, és végül hogyan adunk neki egy egyedi hatást szálcsiszolással és polírozással. Tisztításhoz műanyag sört és fejet, illetve drótkorongot használok, szálcsiszoláshoz 240-es szemcse méretű csiszolófejet, polírozáshoz pedig ezt a két fejet használom. Tisztításra fogunk kezdeni, kétféle felületet csiszolunk, majd végül polírozunk. Mielőtt viszont belekezdünk, vegyünk le óránkat, gyűrünket, ékszereinket. A tisztítást ezen a gyönyörű egyhengeres blokkon fogom nektek megmutatni, de mielőtt belekezdünk, nagyon fontos, hogy levegyük róla azokat az alkatrészeket, amik esetleg kitakarhatnak felületet, amit tisztítani akarunk. Nagyon fontos, hogy meglegyen egyébként hozzá megfelelő védőeszközeink, mint például a gumibevonatos kesztyű, vagy ez a pajzs. Első lépésként kimaszkoljuk az összes olyan felületet, ahol a szennyeződés, illetve bármilyen vegyszer vagy folyadék bejuthat. Felhordom a zsíródó folyadékot, majd kefével, megkefélem. Kefe az így megbontja a szerkezetét, meg a felületét a szennyeződéseknek, így jobban bele tud jutni a szennyeződésbe az oldószer. Különböző kefék, illetve különböző eszközök vannak erre, van például a cél szerszám, amin az ilyen teljesen kis makacs szennyeződéseket is lehet kapirgálni, ennek ezt lehet mindenféle motoros boltban kapni. Itt még igazából a felületet nem tisztítjuk, hanem még csak előkészítjük arra, hogy le tudjuk tisztítani, tehát felkaparjuk, a zsíroldó az úgy bele tudjon menni ebbe az olajsárba. Ugye itt ez egy érzékenyebb felület, itt van mindig egy gumitömítés, vagy különböző szimeringeknél is figyeljünk azért oda, hogy ne legyünk túlságosan agresszívak, mert ott ugye azért az mégiscsak egy ilyen puhább felület, ott inkább próbáljunk meg a zsíroldó folyadék erejével hatni. Miután felkapartuk a felületet, és mindenhol a zsíroldó folyadék rendesen bejutott, utána várunk egy kicsit, hogy tudjon hatni az anyag. Addig megmutatom, hogy hogyan távolítunk el rozsdát egy kipufogóról, de mielőtt belekezdek, előtte megvizsgálom, hogy érdemes-e vele egyáltalán foglalkozni, ugyanis, hogyha megütögetem csavarhúzóval, és beszakad, akkor kuka. Még egy fontos dolog, hogy 15.000-es fordulat fölé ne menjünk drótkoronggal, mert úgy már szórhatja magából a szálakat, illetve nem is olyan hatékony vele a munka. Most, hogy kivártuk azt, hogy az oldószer megtegye a hatását, a legjobb, amit tehetünk, hogy forralt vízzel leöntjük a felületet, és ezután még könnyebben fogjuk tudni tisztítani a maradékot. Most, hogy a nagyját leszedtük, nekiállhatunk a nehezebben elérhető helyeknek is, amihez a Dremelt és a műanyag sört és fejeket fogjuk használni, mivel alumíniumot tisztítunk. Újra felviszek zsíroldot a felületre, és nekiállunk a munkának. Így érhető el igazából az összes olyan felület, amit idáig nem tudtunk se kaparóval, se kefével. Úgy tűnik, nehezebb dolgunk van, ezért a műanyag sörtét részre váltjuk, ami alumínium felületekre még mindig megfelelő. Fontos, hogy tisztításhoz közepes vagy alacsony fordulatot használjunk. Miután a rész sörtével is végigmentünk, most már sokkal jobban látható, hogy a szennyeződések eltűnnek. Ez a szennyeződés igazából a lánckerék környékén tud a legmakacsabb lenni, mivel hogy ugye itt van olaj, itt van forgóalkatrész, és a lánc ugye ide húzza be állandóan a mocskot. Ezt a legnehezebb eltüntetni mindig a motorral, ezt a szennyeződést. Csiszoláshoz és polírozáshoz a Fortiflexet használom, ehhez a folyamathoz pedig egy csúszásgátlós olajállókesztyűt használok. Arra is figyelek, hogy a csiszolókorongot ne telibe nyomjam rá, ne az arcával, hanem egy picit így megdől, hogy szinte a szélével húzom végig, így lehámozom gyakorlatilag róla a festéket. Le is fejeztük az ügyet, így nézünk ki, szépen körbe vagyunk csiszolva,
Az előbb láthattátok, hogy reagál a hőálló textúrázott festék a csiszolásra, most pedig átmenjünk a szinterezett takarólemez polírozására. A szinter a fényezéssel és festéssel szemben sokkal egyenletesebb, vegyszerállóbb, karcállóbb és korrózióállóbb. Elérkeztünk egy szálcsiszolt, előkészített felülethez. Polírkorongra váltottam, és az alumíniumhoz szükséges barna polírpasztát használom. Fontos, hogy finoman nyomjuk csak rá a korongot, mert hogyha nagyon rányomjuk, akkor az éleit ezt letöri, és nem lesz ilyen szép egyenletes felületünk, hanem ilyen is lekerekített oldala lesz a dolognak. Próbáljuk meg eloszlatni a munkát, és ne egyszerre egy felületen dolgozzunk, mert túlságosan felmelegíti az anyagot, ami jelen esetben nem jó, ugyanis megolvasztja a szintert. Azért is nagyon jó, hogy egy pedálos eszközünk van, ami fordulatszámot tudunk állítani, ugyanis amikor kivesszük a pasztát a tégelyből, akkor kis fordulaton megyünk, amikor pedig dolgozunk vele, akkor már gyorsíthatunk. Polírozásnál kifejezetten kell arra figyelni, hogy a forgó részek ne érjenek hozzá a munkadarabhoz, mert olyan mért ki tudnak harapni belőle, hogy utána azt polírral nem is tudjuk korrigálni. Dremellel meg vagyunk, úgyhogy megtakarítjuk szépen a felületet. Készen is vagyunk, és megkapta azt a fényt, amit egy embléma megérdemel. Menjünk is tovább, és ezzel a deklivel fogjuk folytatni. Fejet fogok váltani, ugyanis ezzel a kis csodával sokkal jobban beférek a kis bonyolult formába. Ugye a nagy polírgépek azok alapból is felmelegítik a darabot, ezért sokkal könnyebb vele dolgozni és elérni a végső felületet. Viszont a fej mérete miatt nekünk szükségünk van egy kis segítségre. Ez alkalommal is használom a védőfelszerelésemet, a pormaszkot, a szemüveget, viszont egy hőálló kesztyűre váltok. Fontos, hogy munkavédelmi szabály szerint 40 foknál többre nem melegíthetjük az anyagot. Érdemes egy-egy részt készre csinálni, hiszen így állandóan melegen tartjuk az anyagot és jobban dolgozik a polírpaszta. Fekete az eleje, így láthatjuk, hogy az alumíniumot elkezdte összeszedni, tehát dolgozik az anyag. Most elérkeztünk egy kétlépéses polírozásnak az első fázisához, ahol a barna pasztáról fehér pasztára váltunk. Különböző színű paszták között szemcseméret különbség van, ezért mi a legfinomabbal a fehérrel fejezzük be a folyamatot. Nagyon fontos emellé tudni, hogy a kesztyűdet is le kell váltanod, különben szépen beledörzsölöd az előző pasztának a kis maradványait a kesztyűről. Kész is vagyunk a finiseléssel, megtörölgetjük, a polírpasztát eltávolítgatjuk, amennyire tudjuk. Itt a kicsi munkadarabunk. Ezután két irányba mehetünk, az egyik, hogy lelakkozzuk, ezzel megóvjuk az állagát, viszont kicsit veszítünk a fényéből, vagy megtartjuk így, és fél évente, évente megismételjük, de akkor már csak a finiselő pasztával. Ezzel elérkeztünk munkafolyamataink végére. Egy olajsáros motorblokkot letakarítottunk, egy hengerfejet szálcsiszoltunk, egy takarólemezt csiszoltunk és políroztunk, illetve két lépésben políroztunk ezt a kicsi kis deklikét. Most, hogy kész, felrakjuk, és innentől nagyon fontos, hogy tisztán tartsuk, mert a várospor a maradandó sérülést tud okozni a felületeken. Remélem, hogy hasznos volt, amit láttatok. Jó munkát!